10. ének. Dolón elfogása. Mélyen aludt már minden akháj vezető a hajóknál hosszú egész éjjel, puha álomtól leigázva. Ám Agamemnon néppásztort nem fogta az édes álom, mert a szívében igen sok gond hánytorgott. Mintha a szépfürtű Héré ura fönt a magasban villámlik, nagy jégzivatart készít, sűrű záport vagy hófergeteget, mely a földet festi fehérre, vagy fene háborúnak roppant száját nyitogatja. Így sűrű sóhajtás szállt most a király kebeléből, mélyen a szívéből, remegett nagy lelke belülről. Mert valahányszor Trója felé a mezőre tekintett, bámulhatta az őrtüzeket, melyek égtek a várnál, és fuvolák sípok hangját meg a nagy sokaságot, míg ha szemét az akháj seregekre, hajókra vetette, csak húzdalta haját, gyökerestül tépte ki fürtjét fennlakozó Zeusnak, s följajdult büszke szívéből. Majd ez a terv látszott lelkében a leghelyesebbnek, hogy legelőbb Nestorhoz megy, Néleiadészhez együtt után tudnak valamely jó tervre találni, mely a veszélyt valamennyi akhájtól messze elűzni. Fölkelt hát, és melleköré kerítette kítonját, fényes talp alá gyönyörű sarukat kötözött föl, majd vállára vetette a roppant sárga oroszlán vérfoltos bőrét sarkig, s megfogta a dárdát. Épp ilyen aggodalom volt úr Menelaoszon. Annak szemhéjára sem ült álom. Félt, hogy valamely baj érje a számos akhájt, aki mind ő érte hatolt át annyi vizen Trójába, merész, véres viadalra. Hát pettyes párduc bőrét terítette először széles háta fölé, a fejére meg érc sisakot tett, és azután izmos jobbjába ragadta a lándzsát. Indult, hogy fölkeltse a testvérét, ki az összes argosziak feje volt, s tisztelték, mint csak egy istent. Épp vállára csatolta a fényes vértet a bárka tatjánál a vezér, s örvendett, hogy jön az öccse. Harcban erős hangú Menelaosz szólt legelőször. Miért fegyverkezel így, szeretett bátyám? A seregből kémet akarsztán Trója felé indítani. Szörnyen félek, hogy nem lesz, aki elvállalja-e munkát, hogy maga menjen csak kémlelni a rossz akarókat Ambrósziás éjben. Bizony, az bátor szívű volna. Válaszul erre eképpen szólt a király Agamemnon. Most nekem is, neked is bölcs terv kell, hős Menelaosz, mely a veszélyből Argosz népét és a hajókat megszabadítja, mivel megfordult Zeus akaratja. Hektor áldozatát jobban szívébe fogadta, mert sose láttam, mástól sem hallottam a hírét, hogy van férfi, ki egymaga egy nap olyan sokat árthat, mint Zeusnak kedves Hektor, mi akháj fiainknak, bárha az anyja nem istennő, és apja sem isten. Mindemet tetteit azt mondom, hogy az argosziak még hosszú időn át emlegetik, hiszen oly sokat ártott. Rajta azonban eredj, hívd Ajászt, Idomeneuszt is, fuss a hajóikhoz sebesen, magam isteni Nestort serkentem föl, tán ő hajlik rá, hogy az őrök szent csapatához eredve parancsát ossza ki nékik. Ráhallgatnak a legszívesebben, mert fia ott áll élükön, és vele Mérionész, aki Idomeneusznak társa, az őrséget rájuk bíztuk mi leginkább. Erre a harcban erős hangú Menelaosz ekép szólt. Mit kívánsz tőlem? Mondd meg, hogy szól a parancsod. Ott maradok köztük, s várok rád, míg oda nem jössz, vagy hozzád sietek, ha nekik megmondtam, amit kell. Válaszul ő hozzá így szólt a vezér Agamemnon. Csak te maradj köztük. Valahogy még el ne kerüljük egymást útközben. Sok az út, mely a táboron átfut. Hallasd ébresztő szavadat, bármerre haladsz át. Nemzetsége nevén szólítsd meg a férfiakat mind. Mindegyiket dicsérd, lelkedből üzd el a gőgöt, és küzdjünk mi magunk is, mert Zeus mérte a súlyos nagybajokat ránk rögtön,
amint a világra születtünk. Szólt, és elküldte fivérét jól ellátva tanáccsal. Ő maga néppásztor Nestorhoz ment el azonnal, és ezt ott lelte a sátra előtt éjszínű hajónál jó puha ágyában, mellette a szép hadifegyver, pajzsa, s a két kelevézés fénylő harci sisakja dísze szép öve is, melyet fölvett az öreg, a férfiölő viadalhoz vérteszkedve vezette bajnokait, mert meg nem törte a gyászos öregkor. Most könyökére emelkedvén a fejét fölemelte, s megszólítva az Atreidészt kérdezte szavával. Márkák közt ki vagy itt, ki magad szeled által a tábort sűrű sötét évben, mikor alszik a többi halandó? Tán valamely őrnek vagy társnak nézel utána? Szólalj meg, ne osonj némán közelembe, mi kell hát? Válaszul így szólt most sereget vezető Agamemnon. Nestor, Néleus sarja, akhályok nagy nevű dísze, ismered Atreidész Agamemnont, kit valamennyi ember közt a leginkább folyton bajba taszít Zeus, míg mellem lehel és kedves térdem tud emelni. Így bolygok, miután nem száll szemeimre az édes álom, mert az akhályok gondja s a háború aggaszt. Szörnyen féltem a sok Danaosz daliát. Sose nyugszik lelkem, hánykódom, szívem is már szinte kiszökken mellemből, reszketnek fénylő tagjaim is len. Ám de ha tenni akarsz valamit, hisz aludni te sem tudsz, jöjj, menjünk le az őrséghez, nézzünk csak utána, hogy nem lette fölöttük a fáradtság meg az álom urrá, s őrséggel se törődve nem alszanak én mind, míg ádáz ellenfeleink a közelbe tanyáznak, s nem tudjuk, nem akarnak ránk támadni az éjjel. Válaszul így szólt erre Gerénia bajnoka Nestor. Hírneves Atreidész, sereget vezető Agamemnon. Hektornak minden tervét nem váltja valóra, mégsem a bölcs Zeus, még ha reméli is ő. De hiszem, hogy több gonddal kell majd bajlódnia, hogyha Achilleus megfordítja szívét, és fölhagy a szörnyű haraggal. Szívesen indulok el véled, keltsünk föl azonban mást is, a Dárdás Tüdeidészt, meg a bajnok Odüsszeuszt, s gyorslábú Ajaszt és Püleusz nagyszerű sarját, sőt, jó volna, ha volna ki őket is erre vezetni, isteni nagy Telamonius Ajaszt és Idomeneusz hőst, mert a hajóik távol vannak, nem közelünkben. Ám Menelaust, bár tisztelt és kedves előttem, megrovom én. Ha haragszol is érte, se hallgatom el már, hogy munkára csupán téged küld, s ő maga szunnyad. Bár minden fejedelmet most neki kellene sorban így kérlelnie, mert a veszélyt már tűrni se tudjuk. Válaszul így szólt most sereget vezető Agamemnon. Jó öreg! Én máskor kívánom is azt, hogy okold őt, mert gyakran hanyag, és nem akar dolgozni magától. És erre nem is tunyaság, nem is együgyűség viszi rá őt, csak rám néz folyton, lesi indításomat egyre. Ám most nálam előbb ébredt, most ő keresett föl, és őt küldtem a többiekért, akiket te kerestetsz. Menjünk hát, őket fölleljük majd a kapuknál, otthol az őrség áll, gyülekeznek most a szavamra. Válaszul így szólt erre Gerénia bajnoka Nestor. Így már nem haragudhat rá egy argoszi hős sem, és nem fog vonakodni, ha néki parancsait osztja. Ezt mondotta. S a melle köré kerítette kítonját, fényes talp alá gyönyörű sarukat kötözött fel, és bíbor színű szép köpenyét kapcsolta magára, bő kettős köpenyét, melynek sűrű bolyhai voltak. Fogta erős gerejét, a hegyes rézzel hegyezettet, ércinges görögök gájáihoz ebbel eredt el, és ott legelőbb Odüsszeuszt, ki tanácsban Zeusszal egyenlő álmából fölverte Gerénia bajnoka Nestor, fenszóval, neki nyomban elért szívéhez a szózat, sátrából kisietve beszélt hozzájuk azonnal. Így egyedül, miért bolygtok a párkáknál a seregek közt Ambrósziás ében? Tán már így sürget a sok baj. Válaszul így szólt erre Geréni a bajnoka Nestor.
isteni sari, Laertiádész, leleményes Odüsszeusz, meg ne neheztej. Nagy kín nyomja akháj seregünket. Inkább jöjj, keltsünk föl mást is már, kivel illik meghánynunk, vetnünk. Meneküljünk, vagy verekedjünk. Szólt, s leleményes Odüsszeusz meg sátrába sietve válla köré díszes pajzsot vett, s ment a nyomukban. Elmentek Diomédészhoz. Fegyverbe találták sátra előtt a vitézt, körülötte aludtak a társak, mint pajzsára nyugozta fejét, kelevézük a földben állt, a nyelénél ütvebe mind, és messzire fénylett rajtuk az érc, mint Zeus atya villámfénye. A hős megszunnyadt. Nagy bikabőr volt teste alá leterítve, és ragyogó szőnyeg volt még odavetve fej aljul. Mellé járt és fölverte geréni a bajnoka Nestor, sarkával megbillentvén korholta keményen. Ébredj, tűdeidész! Mit szunnyadod át az egész ét? Nem hallod, hogy a trósza mezőhalmára került már bárkáink közelébe, s a térség csapnyi közöttünk? Így szólt, az meg az álmából szökkent föl azonnal, és őt megszólítva ekép szárnyas szavakat szólt. Ej, bekonok vagy öreg! Soha nem hagyod abba a munkát! Nincsen elég ifjabb daliánk az akhái seregben, hogy minden fejedelmet egyenként erre meg arra járva fölébresztetne? Öreg, te bizony sose nyugszol! Válaszul így szólt erre geréni a bajnoka Nestor. Mindezeket, fiam, úgy mondtad rendjén, ahogy illik. Vannak tiszta nevű fiaim, van jó hadinépem éppen elég. Közülük tám volna, ki hívni mehetne. Csak hogy igen súlyos baj nyomja akháj seregünket. Mert a borotválókés élén áll az akhályok dolga, hogy élnek-e még, vagy csúnyán mind odavesznek. Hát csak ered gyorsan, sebes Ajászt és Hüleidészt is ébreszt föl, hiszen ifjabb vagy, ha kímélni kívánnál. Így szólt, s az fölvette a roppant sárga oroszlán bőrét vállától sarkáig, fogta a dárdát, útnak eredt, s azokat fölkeltve vezette a bajnok. Hát, hogy az őrálló csapatok közibé keveredtek, nem lelték szunnyadva az őrségek vezetőit, ébren voltak azok, s úgy ültek fegyveresen mind, mint az akolban ebek, ha keservesen őrzik a nyájat, meghalván a dühös vadnak hangját, mely az erdőn át a hegyekből tör ki, s erős zaja kél körülötte férfinak és ebnek, s nekik álmuk elillan azonnal. Így illant el az édes szender az ő szemeikről, míg gonosz ébe figyeltek, örökkön a sík fele néztek, lesve, mikor hallják meg a trójaiak közelettét. Őket az agg megörülve beszéddel bátorította, megszólítva az őröket, így szárnyas szavakat szólt. Így, kedves fiaim, virasszatok, egy se legyen kit meglep az álom, az ellenség rajtunk, ne vigadjam. Szólt, és átsietett a nagy árkon. Utána eredtek mind az akháj vezetők, kiket ők a tanácsba hivattak. Vélük Meriones és Nestor nagyszerű sarja együtt ment, mert ők hívták tanakodni magukkal. Most odahagyva az ásott árkot, sorba leültek tiszta helyen, hol a föld fölcsillant holt tetemek közt, onnan a szörnyű erős Hektor már visszairamlott, már miután sok akhájt ölt, s éjszaka szállt le körébük. Így ültek le tehát, s egymással szóba eredtek, köztük a szót így kezdte geréni a bajnoka, Nestor. Kedveseim, nem akad hát férfi, ki bízva saját hős lelkében közelébe hatolna a nagyszívű trósznak, tán valamely kóbor daliát még fogjul is ejthet, vagy minekünk valamely hírt hozhat a trójaiaktól, egymás közt miket is terveznek, akarnak-e távol gályáknál vesztegleni még, vagy vissza a várba húzódnak, miután az akháj sereget leigázták. Mindezt megtudhatná, s hozzánk vissza is érne sértetlen, s nagy hírre kerülne az égnek alatta minden népek közt, s jó bért is kapna-e tettért, mert valahány fejedelme akad csak a görbe hajóknak, az mind adna sötét gyapjas juhot őnek is, avval bárányt is, páratlan szép adományt,
az a férfi minden jó vigadó lakomán részt venne ezentúl. Ezt mondotta, és azok mind hosszan csöndbe merültek, majd pedig így szólt harcban erős hangú Diomédész. Nestor, hős szívem és lelkem nagyon ösztönöz engem, hogy behatoljak a trójai ellenség csapatába, mely közelünkben van. De ha bajnoktársam akadna, még bátrabban erednék több bizalommal az útra. Mert hol kettő jár, hamarabb meglátja az egyik, hogy mi a jó. A magányos, meg ha talál is egyet mást, mégiscsak lomhább eszű és gyöngébb leleményű. Szólt, s Diomédasszal sok volt kész társul eredni. Kész volt két követője Árésznak, a két deli Ajasz, kész volt Merionész, kész Nestor hősfia Hévvel, kész volt Atreidész, a dicső dárdás Menelaus, kész Odysseus, a merész, hogy a trósz csapatába hatoljon, mert is az ő kebelében örökkön bátor a lélek. S köztük eképpen szólt a sereget vezető Agamemnon. Tüdeusz gyermeke, szívemből szeretett Diomédész, választ hát ki a társat, akit te magad kiszemelnél, legderekabbjukat itt, mert sok vágyódik az útra. Puszta szeméremből nehogy itt hagyd azt, ki vitézebb, és ne a gyengébbet választ, mert tiszteled őt és származatát nézed, mert tán a személye királyib. Így szólt, mert féltette a szőkehajú Menelauszt, és szólt most újra a harcban erős hangú Diomédész. Hogyha magamnak kell igazán kiszemelnem-e társat, hát tudnám-e feledni az isteni férfit, Odysseust, őt, kinek annyira kész szíve, bátor lelke akármely fáradtságra, s akit kedvel nagy Pallas Athéné. Hogyha velem jön, az égő láng közül is hazatérünk mindketten, hisz olyan nagyon ért minden haditervhez. Erre eképpen szólt a sokat tűrt fényes Odysseus. Tüdeidész, se ne dicsérjét, se ne szidd nagyon engem, mert is akik közt szólsz, ismernek jól az akhályok. Induljunk, hisz az éj eljár, közelünkben a hajnal, csillagok elhunynak, nagy része suhant el az éjnek, két rész már tova tűnt, s csak a harmada még, ami vár ránk. Így szóltak, s iszonyú fegyvert öltöttek azonnal. Tüdeidésznek adott a csatákban hős Thrasymédész kétélű kardot, mert ő otthagyta sajátját lent a hajóknál, és pajzsot, s a fejére ökörbőr nagy sisakot, tara és forgó nélkül neve Kucsma, és a fejét viruló ifjaknak védi a harcban. Merionész Odysseusnak adott íjacs vele tegzet és kardot, s a fejére erős nagy bőrsisakot tett. Bévül erős szíjak fonadéka simult a sisakhoz, jó szorosan, külső díszül ragyogófogú vatkan sűrű fehér foga, mindkét oldalt sok berakással, jól s értőn, s közepébe fedőül gyapjú tömődött. Egykor Amüntortól zsákmányul, az Ormenidésztól szedte el Autolykosz, kirabolva lakát Eleonban. Szkandéjába ajándékozta el Amfidamásznak, Amfidamász vendégadományként adta Molónnak, ez meg hordani adta fiának, Merionésznak, most pedig íme Odysseusnak simult a fejére. És így ketten, miután iszonyú vértjükbe bebújtak, fölkerekedtek, s elhagyták hőstársaikat mind, gémmadarat küldött jobbról most nékik Athéné jó közel útjukhoz, nem láthatták a szemükkel, mert sűrű éj volt, ám hallották száncsuhogását. Szörnyen örült Odysseus a madárnak, s kérte Athénét, hallgass meg, pajzsos Zeus lánya, ki mindez idáig minden munkámban vélem vagy, s látod, amint csak mozdulok is. Ma szeress a leginkább, Pallas Athéné, add, hogy jó hírben térjünk ismét a hajókhoz, nagyszerű tettek után, nagy gondot okozva a trósznak. Másodikul harsány Diomédész mondta fohászát. Hallgass meg nekem is szavamat, Zeus gyermeke, győztes. Kísérj, mint kísérted apámat az isteni Tüdeuszt, Théba felé, mikor ő az akhály néptől követül ment,
Vértes társait Aszópos partján odahagyta, s Kadmos sarjainak mézes szót vitt fel a várba, s visszajövett meg igen nagy tettet vitt vala véghez, véled erős úrnő, aki őt szívesen segítetted. Így légy most velem is, készségesen óvj meg az úton. Áldozok esztendős, szép, széles homlokú marhát, mely betöretlen még, ember sose fogta igába, ezt adom én te neked, körülöntöm arannyal a szarvát. Így szóltak könyörögve. Meg is hallgatta Athéné. S most, miután a hatalmas Zeus lányához esengtek, mentek, mint az oroszlánok ketten sűrű ében, át hullán tetemen, s át fegyveren, éjszínű véren. Ám ez alatt Hektor sem hagyta aludni a bajnok trós sereget, s a legelsőket gyűlésbe hivatta. Trójának valamennyi vezérét és fejedelmét, és összehíván őket, tervét okosan szövögette. Hát ki ígérné meg nekem, és megtenni ki tudná ezt nagy ajándékért. Elegendő lesz a fizetség, kap tőlem szekeret, s meredek nyakú két paripát is, mely a legis legjobb, az akhályok fürge hajóin. És aki ezt merné, még nagyszerű hírt is aratna, hogy gyors röptű hajóiknak közelébe osonva meg tudná, vajon őrzik-e gyors gályáikat úgy, mint eddig, vagy miután a kezünk őket leigázta, már a futást tervezgetik egymás közt, s nem akarnak éjszaka állani őrt, ráunva a vad viadalra. Így szólt, s erre azok mind hosszan csöndbe merültek. Ám de Dolón ott volt a seregben, sarja a fényes Eumédész híradónak, dús volt ércben, aranyban, arcógyan nem volt szép, ám jó fürge a lába. Öt nővére között volt egyetlen fiú gyermek, ez volt most, ki a trószokhoz s Hektorhoz ekképp szól. Hektor, hős szívem és lelkem nagyon ösztönöz engem fürgehajó közelébe osonnom, s hírt hazahoznom. Rajta azonban emeld jogarod, s esküdj nekem esküt, nékem szánod az ércdíszű szekeret s paripákat, melyek a tiszta nevű Achilleust viszik ütközetekbe. S nem leszek én rossz kém, nem csal meg várakozásod, mert addig nyomulok közibük, míg végre nem érek Atreidész bárkájához, hol a főbb fejedelmek meghánják vetik azt, hogy futnak-e vagy verekednek. Szólt, s Hektor jogarát fölemelve kimondta az esküt. Hallja tehát magad Zeus, Hérét dörgőszavú férje, hogy sose visznek majd más tróst Achilleus paripái. Azt mondom, hogy azokkal örökké csak te dicsekszel. Szólt, hiú esküt mondva, de őt bíztatta szavával. Hajlított íját nyomban vállára vetette, ordas farkasnak bőrét öltötte magára, vette fejére menyét sisakot, kelevészt a kezébe, ment a hajókhoz a táborból, de a fürge hajóktól hírrel Hektorhoz nem volt soha visszajövendő. És hogy az emberek és a lovak tömegét odahagyta, ment az úton bátran, de bizony meglátta, amint ment isteni sarj Odysseus, s ezt mondta a Tüdeidésznek. Nézd, ez a férfi a táborból közelít, Diomédész. Nem tudom én, bárkáinkhoz jön-e képlelni minket, vagy valamely holtat kíván megfosztani vértől. Hagyjuk mellettünk kissé tova menni a síkon, aztán roncsunk rá, és ejtsük fogjul azonnal. Hogyha pedig minket gyors lábával megelőz, de mindig a tábor irányából a hajók fele kergesd, láncsával nekirontva, nehogy fölinaljon a várba. Így szóltak, s lehasaltak az út mentén a halottak testeik közt, s az mellettük botorul tova illant. Ám mikor annyira járt, amilyen távolra ekével összvérpár juthat, mert ez derek abba az ökörnél, hogyha a szántón mélyen kell meghúzni barázdát, akkor előtörtek, mire ő zajt hallva megállott, mert azt hitte szívében, hogy bajtársai jönnek Trója felől, s vélük Hektor őt visszahivatja. Ám hogy Dárda vetésnyire értek, stán közelebb is, látta, hogy ellenség.
Térdét hát gyorsan emelte, futni akart, de azok kergetve nyomába eredtek. Mintha a hegyesfogú két kutya, mely jól tud vadat üzni, őzet kerget, vagy nyulat és rohan egyre nyomában, tüskén, bokrokon át, s a futó, makogó szava hallik, így kergette a várdúló Odüsszeusz és Diomédész őt, miután elvágta a népétől szakadatlan. Ám de midőn már-már őrök csapatába vegyült be, mert a hajók felett ért, akkor már tűdeidészbe Pallas erőt hajított, ki se kérkedjék az akhályok közt, hogy előbb gerejezte meg, ő csak másodikul jött. Dárdával nekirontva beszélt az erős Diomédész. Állj, vagy a lándzsámmal leterítlek. Nem kerülöd ki, jól tudom, úgyse soká a kezemből végveszed elmet. Szólt és kelevést hajított, de hibázott kész akarattal, s annak jobb válla fölött suhogott el a dárda, s földbe fúródva megállt. Megtorpant, megzavarodva és vacogott, hallatszott, hogy foga összeverődik, elsápadt az ijegységtől, fújtatva elérték, rátették kezüket, s ő sírva ilyen szavakat szólt. Hagyjatok élni, s adok váltságot. Van, hiszen otthon réz, meg arany, meg míves gonddal megkalapált vas. Végtelenül sok váltságot nagy örömmel ad abból nektek apám, a fiáról hallja, hogy él a hajóknál. Válaszul erre eképpen szólt leleményes Odüsszeusz. Csak bátram. Sose gondolj most a halálra szívedben, inkább áruld el nekem azt, és szólj egyenes szót. Miért mégy egymagad így a hajókhoz táboratokból? Sűrű, sötét évben, mikor alszik a többi halandó. Tán valamely holtat kívánsz megfosztani vértől? Vagy Hektor küldött kémkedni a görbe hajókhoz, hogy mindent megtudj? Vagy tán a magad szíve hajtott? Erre felelte Dolón, s közben remegett Ina térde. Hektor csábított, átkobras, eszem veszítettem, mert a vitéz Péleionnak körmes paripáit s érzdíses szekerét bólintván nékem ígérte, és rávett, hogy elinduljak sűrű sebes éjben, s megközelítve az ellenséget megtudakoljam, őrzitek é a sebes gályákat, mint azelőtt még, vagy miután a kezünk titeket végképp leigázott, már a futást tervezgetitek, s többé nem akartok éjszaka állani őrt, ráunva a vadviadalra. Elmosolyodva felelte a nagy leleményű Odüsszeusz. Ej, igazán nagy ajándékot kívánt meg a lelked. Harcias Ajakidész lovait. Bajos ám a halandó embernek fékeznie vagy lovagolnia őket másnak, mint akit istennő szült, hős Achilleusnak. Most pedig áruld el nekem azt, és szólj egyenes szót. Hol hagytad Hektort, a vezért, mikor útnak eredtél? Hol feküszik hadifegyvere, hol vannak paripái? Őrhelye hol van, hol szállása a trójaiaknak? Egymás közt miket is terveznek? Akarnak-e távol gályáknál vesztegleni még, vagy vissza a várba húzódnak, miután az akhály sereget leigázták? Erre Dólon fia Eumédesznek válaszul így szólt. Mindezeket neked én megmondom igaz szavaimmal. Hektor vélük, akik vezetői tanácsban a népnek, isteni Ílosz sírhalmánál tartja tanácsát, távol a zajgástól, s akiket tudakolsz te derék hős, nincs kijelölt őrség, hogy a tábort védje, figyelje. Minden trójai tábor tűznél ébren, akiknek kell, azok őrködnek, s őrállani ők noszogatják egymást, mert a sok erről arról jött segítőtárs alszik. A virrasztást rábízza a trójaiakra, mert neki gyermeke nincs, és asszonya sincs a közelben. Válaszul erre eképpen szólt leleményes Odüsszeusz. Vajon a lónevelő trószok csapatába vegyülten alszanak ők, vagy odébb? Jól mondd el, hadd tudom én is. Erre Dolón fia Eumédésznek válaszul így szólt. Megmondom neked én még azt is igaz szavaimmal. Part mellett károk és a nyilas pajónok alusznak,
és a lelekszek, a kaukónok, meg a hősi pelaszgok. Tümbra felől lükiébeliek, meg a műszek, a büszkék, lóbetörő frügek és majónok a harcszekerekkel. Ám minek is puhatolnotok ezt mind tőlem egyenként? Hisz a kívántok a trójaiak tömegébe hatolni, itt legszélen a nemrég jött trákok hada nyugszik, és a király köztük Rhészosz, fia Éoneusznak. Láttam az ő nagytermetű és gyönyörű paripáit, hónál szebb színűek, s úgy futnak, mint a sebes szél. Harc szekerét az arany meg ezüst veretek díszítik, s ő irdatlan arany fegyverben jött seregünk köz bámulatosban, a földi halandónak nem is illik hordani így fegyvert, inkább örök égi lakónak. Engem azonban most vigyetek csak a fürge hajókhoz, vagy hát hagyjatok itt megkötve kemény kötelékkel, míg meg nem jöttök, s rólam magatok nem ítéltek, vajon nektek igaz jó hírt mondottam-e vagy sem. Görbén fölfele nézve felelt az erős Diomédész. Nem, te Dolón, sose higgye szíved, hogy megmenekülhetsz, bár jó hírt mondtál, miután a kezünkbe kerültél. Mert ha eloldunk váltságért, vagy utadra eresztünk, akkor máskor is eljössz még az akhái hajókhoz, vagy kémkedni megint, vagy szemtől szembe csatázni. Ám ha az én kezem által most elveszted a lelked, többé már sose lész ártalma az argosziaknak. Szólt. Az meg könyörögni akart, érintve az állát izmos erős kezével, hanem ő karddal lecsapott rá, és a nyakán mindkét idegét elvágta középen. Még szava hangzott, és feje már gördült a homokban. Most a menyét sisakot ketten húzták le fejéről, s fürge nyilát, farkas kacagányát, nagy kelevézét. Zsákmányosztó nagy Pallasznak a fényes Odüsszeusz mind fölemelte kezével, majd szót szólva könyörgött. Örvendj, istennő, mind ennek! Az égi lakók közt hálát néked adunk legelőször is. Ám de vezérelj most bennünket a trák sátrakhoz, a trák paripákhoz. Így szólt, és azután a magasba emelte a zsákmányt, és egy tamariszkra erősítvén mellé jelet is tett. Összenyalábolt nádból és lombos tamariszkból el ne kerüljék gyors sűrű ében visszasietve. S mentek előbbre megint, át fegyveren, éjszírű véren. És el is értek a trák daliák seregéhez azonnal, mélyen aludtak azok fáradtságtól leggázva. Fénylő fegyvereik hármas szép sorban a földön voltak, s mindegyikük mellett páros paripája. Rhészosz köztük aludt a középen, s gyors paripái harc szekeréhez kötve pihentek az oldala mellett. Ezt Odüsszeusz meglátva mutatta a tűdeítésznek. Nézd, Diomédész, itt a király, és ezek itt a paripái, így mondotta Dólon, kit előbb öltünk le mi ketten. Szedd hát össze vitézi erőd, itt tétlenül állnod fegyveresen sose kell. Nosza, oldozd el paripáit, vagy pedig ölt te a férfiakat, s lesz gondom a lóra. Szólt, s kebelébe erőt fújt most a bagoly szemű Pallasz, ölt kaszabolt szanaszét, csúf hörgés kélt a nyomában gyilkos kardjának, s vértől pirosult a mezőség. Mindikor őrzetlen nyájat támad meg az oroszlán, és gonoszat tervelve rohan kecskékre, juhokra, Tüdeusz gyermeke így tört rá tömegére a tráknak, így kaszabolt le 12-t, s leleményes Odüsszeusz mindazokat, kiket ő karddal kaszabolt le közelből, lábuknál fogvást elhúzta azonnal az útból, lelke ügyelt, hogy a sűrű sörényű szép paripák majd könnyen jussanak át a mezőn, lelkük ne remegjen, mert nem szoktak még tetemek tetejébe taposni. Majd amikor Tüdeusz fia rábukkant a királyra, mézédes lelkét neki is tüstént elorozta, még sóhajtva nyögött, mert rá gonosz álmot eresztett Pallasz ez éjjel. Az Oeneidész fia szállt feje mellé. Közben a bátor hős Odüsszeusz a patás paripákat szépen eloldva, közös szíjon kivezette közöttük, s íjával paskolt, amivel fönhagyta a fénylő ostort ott a király szekerének díszes ülésén. Füttyentett ezután, így hívta a hős Diomédészt,
csak hogy amaz töprengett még, mi lehetne merészebb, húzza-e azt a kocsit, melyben sok a szép hadifegyver rúdjánál, vagy emelje magasba, és ekép vigye onnan, vagy sok más trák harcosnak vegye-e el a lelkét. Míg ezt hányta vetette szívében, Pallas Athéné jött közelébe, megállt, és ezt mondta a Tüdeidésznek. El ne feledd, Daliás Tüdeusz fia, hogy hazatérhess már a hajókhoz, míg nem kell menekülnöd előlük, míg nem kelti föl egy más isten a trósz daliákat. Szólt, és ő ráismert hangjára az istennőnek. Gyorsan fölpattant a lovakra, ütötte Odüsszeusz őket az íjjal, míg az akháj bárkák feleszálltak. Lesben ezüst íjas folybosz sem hasztalan állott, mert meglátta, hogyan kíséri a hőst nagy Athéné, s ráharagudva suhant le a trójaiak tömegébe. Hippokont fölverte a trák vezetőt a tanácsban, Részosznak Daliás rokonát, és ez föliedves látva a hűlt helyet ott, ahol álltak a gyorslovak addig, és a leölt, vérébe vonagló férfiú népet, följajdult nyomban, néven szólítva a társát. Strójaiak sivító zajakélt, roppant riadalma, összefutottak, mint bámulták, mekkora szörnyű dolgot műveltek, kik a görbehajók fele jártak. Ők meg Hektor kémjének teteméhez elértek, és Zeus kedvelt Odüsszeusz fékezte a gyors paripákat, földre szökelt Diomédész, s fölnyújtotta kezébe véres zsákmányuk, majd fölpattant a lovakra. Rájuk csördített, s a lovak nem késve röpültek görbehajóikhoz, hiszen ez volt vágya szívüknek. És zajukat Nestor legelőbb meghalva kiáltott. Kedvesek, argosziak fejedelmei és vezetői, így igaz ez vagy sem, de kimondani késztet a lelkem. Gyorslábú paripák dobogása ütött a fülembe, bárcsak már Odüsszeusz és véle erős Diomédész űzné erre a trószoktól e patás paripákat, csak hogy a szívem szörnyen fél, mégtán baj is érte legderekabb fiainkat a trójaiak tömegében. Még ki se mondta egészen a szót, s odaértek elébe. Földre szökeltek. A társak meg mézes szavaikkal örventek nekik, és szorították kézbe a jobbjuk. S legelőbb kérdezte Geréni a bajnoka Nestor, mondd meg, hős Odüsszeusz, te akhályok nagynevű dísze, honnan-e két szép ló? Trószok tömegébe hatolva szedtétek, vagy egy istentől kaptátok az úton? Hozzájuk csak a fennragyogó napfénye hasonló. Mindig a trójaiak közibé rohanok, soha veszteg nem maradok bárkáinknál, noha vén vagyok immár, ám de ilyen lovakat még én sem láttam idáig. És hiszem is valamely isten jött szembe, azatta, mert kedvelt titeket Zeus, felhők torlaszolója, és pajzsos Zeus leánya, bagoly szemű Pallas Athéné. Válaszul erre eképpen szólt leleményes Odüsszeus. Nestor, Néleus sarja akhályok nagynevű dísze, könnyű egy istennek, ha akarja különb paripákat adni ezeknél is, hiszen sokkal több a hatalma. Ám de ezek te öreg, melyekről kérdez, a trákok földjéről nemrég jöttek, s urukat Diomédész ölte le, s véle 12 más derekas daliát még. Öltünk egy figyelőt is amott a hajók közelében, kit, hogy a tábort és seregünket lesse ki, Hektor s vele Trója egyéb fejedelmei kémlelni küldtek. Szólt, és átugratta patás paripáit az árkon nagy nevetéssel. A többi akháj vigadozva követte. Majd, hogy a Tüdeidész jól vert sátrához elértek, ott lovaik szépervetszett szíjakkal azonnal jászolhoz fűzték, hol már ott álltak a hősnek gyors paripái, s a mézédes jó abrakot ették. És a Dolonról nyert, vérrel bekevert hadizsákmányt áldozatul Pallasnak Odüsszeusz tette a tatra. Ők meg a tengerben mosták le a sok verítéket, mely lábukra tapadt volt, és combjukra, nyakukra. És hogy testükről lesöpörte a tengeri hullám izzadságukat, és kedves szívük is felüdült már,
Szépre csiszolt kádakba beléptek, megmosakodtak, s hogy lefürödtek, síkos olajjal megkenekedtek, jó lakomához láttak, színig telt keverőből mézesbort meregetve köszöntötték nagy Athénát.